Hajdú Steve szerint nehéz jövőt keresünk, a feleségem azt mondta, hogy félretettük, hogy novemberben elcsavarhatjuk a termosztátot videó. Hajdú Steve Nokertel megosztotta, hogy a közszolgáltatások csökkentésének megváltozása miatt a 20. évfordulón nem volt nagyszerű vacsora, de nehéz időkre fenntartva. Elfogták a zenekarot, amely zaklatta a 3-at, és elütötte a nő videóját. A színész megosztotta, hogy ő és felesége nehéz volt befolyásolni a helyzetet, amely augusztus 1-én hatályba lépett, így a kormány csak a gázt és az átlagos energiaellátást finanszírozhatja, ami sok családot egy helyzetben nehéz helyzetben. Nagyszerű partira akartam menni, de a feleségem azt mondta nekem, hogy a termosztát november 21-21 fokos elfordulása, majd ez lesz a párt. Szörnyű várni ránk, mondta Steve, aki azt mondta nekem, hogy nyaralás közben ment a Balaton tóhoz, mert úgy véli, hogy ez a legjobb hely. A színész meglehetősen depressziós ebben a helyzetben, és szeretett munkahelye, a színház veszélyben van, mert ha a jegyárak emelkednek, akkor lesznek olyan nézők, akik az előadásokra mentek. A színházak piaci áron vásároltak villamos energiát és gázt, de ha odaértem a jegyárak emelésére, akkor a néző erre költi. Nem igaz, amit kérdezel, mondta Lakatos Márk Viktor Orbánnak szokatlan módon a túlterhelés miatt, videó miatt. Nagyon nehéz lesz, osztotta meg a reggeli átvitelében, majd azt mondta, hogy nem aggódik, és pozitívan látja a világot.